József fiát, Asgót Lászlót. Kérem, fogadják szeretettel Szűcs Lajos, a Magyar Tenisz Szövetség elnökét. És kérem, tekintsünk meg egy kis rövid filmet Asgóc Józsefről, ezzel szeretnénk előtte tisztelegni, hiszen 70 éve nyerte meg a Roland Garrost, és hétfőn lenne 100 éves Asgóc József. József 1939-ben még munka mellett nyerte meg élete első magyar bajnokságát, 22 évesen játszotta élete második rendszer formáját. Évkedik végérvényesen letette négyedik a világ legjobbjai között. 1940 április 1-e és szeptember 16-a között 11 tornán vett részt, amelyből 9-et megnyert. Ekkor azonban közbeszólt a második világháború. 1941. júliusa és 1947. februárja között az első számú magyar játékos egyáltalán nem indulhatott nemzetközi tornákon. A háború után közel 30 évesen kellett, hogy újraépítse magát. 1947-ben a legjobb magyar teniszező 9 nemzetközi versenyből 8 alkalommal döntőt játszott, és 5-ször ő fogadta a gratulációkat ellenfeleitől. Ezek közül egyértelműen a francia fővárosban aratott diadala legkiemelkedőbb. Asgót 6 mérkőzésen lépett pályára, és mindössze egy játszmát vesztett. Ezáltal pedig élete és hazája első Grand Slam bajnokságát nyerte. Minden idők legnagyobb magyar teniszezője idén ünnepelné 100. születésnapját, és 70. évfordulóját a szenzációs párizsi győzelmének. Meg szeretném kérni Szűcs Lajos elnök urat, hogy egy apró ajándékkal tisztelhetünk a családnak. És kérnénk egy nagy tapsot Asgót Lászlónak, akit nagyon-nagyon köszönünk, hogy eljött ide hozzánk. Köszönöm, hogy egy pár szót. Kérem, hogy ilyen teniszben van még sajnálat. Olyan boldog vagyok, hogy nektünk. Hiányolok a szavaim. Ezt a kitöntetés is köszönöm a család nevében. Ihes anyám még én, 95 éves, nagyon fog örülni neki. Köszönöm szépen.